Ellenőrizd a gyümölcsöket. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté evangéliuma 7. fejezet 20. vers. Ha tudni szeretnéd, hogy valaki mennyire hiteles, akkor meg kell vizsgálnod az általa produkált gyümölcsöket. Ez a gyümölcs, az életvitel. Jézus leszögezte, hogy jó fáról nem kaphatsz rossz gyümölcsöket, és rossz fáról sem nyerhetsz jó gyümölcsöket. Sok ember mond valamit, de a cselekedetei annyira hangosan beszélnek az ellenkezőjéről, hogy valójában meg sem hallod, amit a szájával mond. Ha kétely merül fel benned, hogy valakit elfogadj vagy köves, akkor tekints az általa létrehozott gyümölcsökre. A szolgálók és szolgálatok értékelésekor több figyelmet kell szentelnünk az általuk produkált gyümölcsöknek. Ezek jelentik az igazi próbát a szolgálókkal és szolgálatokkal kapcsolatban. Ha az emberek üdvözülnek, ha életek változnak meg, akkor jó gyümölcsöket találunk. Habár a szolgáló követhet el hibákat, mondhat helytelen dolgokat, a gyümölcsök jók. Így azt mondhatod, hogy a fa jó. Minden szolgálónak vannak hiányosságai, ahogy a Krisztus testében mindenkinek, de ez nem jelenti azt, hogy a szolgálatuk rossz. Amikor a szavaik helyesek és őszintének is tűnnek, de a körülöttük lévők élete szétesik, összetörik, zavar és fájdalom veszi körül őket, akkor rosszak a gyümölcsök. Egy ember életének hatását az általa produkált gyümölcsökből állapíthatod meg, egy szolgáló hatását pedig a szolgálata gyümölcsei alapján ítélheted meg. Ma mindenek előtt bizonyosodj meg arról, hogy az életedben termett gyümölcsök jók-e. Pozitív hatást gyakorolsz az emberek életére? Az Úrhoz fordítod őket? Vagy ellenkezőleg sérüléseket és zavart okozol bennük? Vizsgáld meg először a saját gyümölcseidet, azután képes leszel megvizsgálni azoknak a gyümölcseit is, akik a gyülekezetben vezetnek téged.